VTK. Nem tudok más mint mondani, mint hogy meg Robi. Ma este. Mindannyian azt várjuk, hogy mikor gurul el a Puzsér gyógyszere. Bemutat. Azok az emberek, akiknek akkora közönségük van, mint neked, vagy mint a nőgyező miniszterelnöknek, vagy mint bárkinek a, nem tudom, dalcsináló Ákos úrnak, azoknak állati nagy felelőssége van, hogy mi jön ki a szájukon. Én csak ezt kérem rajtad számon. A Sztobjektív 10 főbűne. Hát én ezt most leteszem. Beszéljük meg ezt. És egy ember. 35 adás, és én vagyok az egyetlen női vendéged, az első. Olyan vagy, mint a magyar kormány. Aki rendet tesz a fejekben. Én nem engedtem volna, hogy te most ide beüljél, de hát ezt a műsort nem én szerkeztem. Kezdődik a Sztobjektív. Szókimondó igazságsor a Hír TV. A stúdióban Tétót Kriszta, Puzsér Róbert legvagányabb kritikusa. Önkritikus, jó estét kívánok mindenkinek. A magyar társadalom nem arról híres, hogy szeret önkritikát gyakorolni. Gyakran egyenesen képtelen rá. Magyarországon mindenki úgy működik nagyjából, mint a politikusok. Nem szabad gyengeséget tanúsítani, mintha egyenesen tilos lenne hibázni. Ha pedig valaki hibázik, a legkevésbé megengedett ezt elismerni. Ha viszont van valaki, akitől maximálisan elvárható lenne, hogy képes legyen önkritikát gyakorolni, akkor az az, aki szakadatlanul, frontálisan és ellentmondást nem tűrően kritizál mindent és mindenkit maga körül. Ma este a Sznobjektív 10 főbűnével szembesítem azt, aki ezeket egytől egyig elkövette. Ő az ország legszókimondóbb kritikusa, Puzsér Róbert. Szevasz, Robi! Mennyire lehet komolyan venni ezt a te önkritikus hozzáállásodat ma este? Kérheti komolyan venni, én igyekszem komolyan csinálni. Azt gondolom, hogy ez a fajta szerep, amit én gyakorlok, ez olyan szerep, ami a magyar nyilvánosságban egyáltalán nem egy kultivált szerep. Mert itt Magyarországon mindenki a smúzolásban, a bratyizásban, a haverkodásban érdekelt, meg utazik. Én meg ebben nem hiszek. Én meg azt gondolom, hogy meg kéne írni az új kulturális és kritikai kánont. És úgy gondolom, hogy ez alól senki nem kivétel, ideértve engem. Én annak örülnék a legjobban, hogyha ez a fajta kulturális szerep, amit én gyakorlok, ez ragadós lenne, ebből lenne egy referencia, és én végre elvonulhatnék valami más csinálni. Most egy kicsit megijesztett az, hogyha ez ragadós lenne, és gyakori lenne az a szerep, amit te itt betöltesz, de majd erről még beszélünk, viszont az érdekel, hogy mit gondolsz, hogy alakult ez úgy, hogy a magyar társadalomban olyan nehéz ilyen önkritikusan hozzáállni saját magunkhoz? Szerintem ez ugyanabból fakad, hogy egymáshoz is tilos kritikusan hozzáállni, és önmagunkhoz is. Tehát egymást is győzködjük arról, hogy mi mindent nagyon jól csinálunk, és természetesen ugyanilyen módon magunkat is. Én azt gondolom, hogy a kritikai attitűdből fakad az önkritikának az igénye, hogyha valahol nem lehet kritikát gyakorolni, ha valahol nem lehet kimondani a bántó igazságokat másra vonatkozóan, akkor magunkra vonatkozóan sem akarjuk hallani, vagy megismerni ezeket. Azt gondolom, hogy ez elsősorban Acél Györgynek, meg Kádár János bácsinak a hagyatéka, és azt gondolom, hogy itt lenne az idő, hogy ezzel szakítsunk. Na jó, hát ahogy Móriczkának mindenről a d***s, úgy Puzsérnak mindenről az összödi böszme jut eszébe. Még Orbánról is, róla leginkább. 10. Gyurcsány egyenlő Orbán. Világos, hogy aki gyurcsányozik, az Orbánnal van. Hát egyértelmű, mert a világnak egyetlen egy tengelye van, és két pólusa, Orbán és Gyurcsány. És a nem Orbán az Gyurcsányt jelent, és a nem Gyurcsány az Orbánt jelent. És van két ember, aki ebből az igazságból jottányit sem enged. Az egyik Orbán, a másik Gyurcsány. Te az jutott erről az eszembe, hogy... Biztos vagy te abban, hogy nem mi tesszük nagyjá, relevánsá, nem mi tartjuk
szinten tartjuk fönt ezt az egész Gyurcsány dolgot azzal, hogy állandóan beszélünk róla és gyurcsányozunk, vagy mondhatom úgy is, hogy nem te vagy ezért felelős, hogy itt állandó gyurcsányozása, a Gyurcsány gyakorlatilag tényező marad. De én azt gondolom, hogy a Gyurcsány így is úgy is tényező. Nem én teszem tényezővé, persze az egy öreg hiba, amikor a rossz hírhozóját okoljuk a rossz hírért. Én azt gondolom, hogy a NER megbuktatásának az egyetlen útja, sőt azt gondolom, hogy az első lépése, az a Gyurcsánynak, a Gyurcsány ellenzéki státuszának a felszámolása volna. Nem győzöm hangsúlyozni, hogy ameddig Gyurcsány ott van az ellenzékben, Orbán Viktornak mindig a Gyurcsánnyal való összevetést kell kiállnia egy választásokon, és ezt mindig ki fogja állni. Valószínűleg a Gyurcsány az utolsó ember, akivel való összevetést Orbán Viktor kiállja Magyarországon. Ugye te egyenlőségjelet tettél itt az előbb is közéjük, meg a műsorod folyamán többször is. Én viszont ott vannak ezek a matematikai relációk, hogy kisebb-nagyobb egyenlő, és akkor van a finom hangolt változata, hogy nagyobb egyenlő, kisebb egyenlő. Én azt gondolom, hogy inkább nagyobb egyenlő a mostani rendszer, a Gyurcsány rendszerhez képest, mert ők vannak hatalmon, mert a NER van most működtetve, ilyen csodálatosan kifejezve, és mert én szerintem az ebben az ijesztő, hogy azért az Orbáni rendszer sokkal ügyesebben választ tanácsadókat, és hallgat rájuk. Tehát azért ez egy nagy különbség. Te eljátszottál már azzal a gondolattal, hogy mi lett volna, hogyha Gyurcsánynak van egy habonya? Azért érdekes ez, mert a Gyurcsány maga is egy habony volt, ő volt ugye Kovács László habonya. Ő volt Kovács László habonya, mielőtt a baloldal tordjánja lett. Aha, és aztán, aztán a baloldal tordjánjaként ő neki már nem volt habonya, hiszen hát ő a habony. Valójában pont arról van szó, hogy a gyurcsányságnak a lényege, hogy a Gyurcsány nem kér tanácsot, és nem azért nem kér tanácsot, mert neki leesne a karika gyűrű az ujjáról, mert nem esne le, hát ő kérne tanácsot, de hát kitől? Hát ki az hát az ember az a bolygón, aki a Gyurcsánynak tanácsot adhat? Hát a Gyurcsány jobban tudja, hát ő a Feri. Hát ki tudná? Puzsér Robert kritikusi arroganciájában odáig merészkedik, hogy a magyar filmtörténet komplett korszakait állítja be úgy, mintha azok meg sem történtek volna. 9. Nincs 88 után készült film a legjobbak között. 10. Indul a Bakterház. 9. Szimbád. 8. Tök kesejű. 7. Isten hozta őrnagyúr. 6. A tanú. 5. Mephisto. 4. Két fél idő a pokolban. 3. Eldorado. 2. A tizedes meg a többiek. 1. Az 5. pecsét. Ugye ez egy csodálatos lista, de engem az érdekelne, mi volt az utolsó film, amit láttál, magyar film? A legutóbbi? Hát a Saul fia, azt hiszem. Az volt a legutóbbi, vagy a Liza Róka tündér volt az a talán a legutóbbi, amit láttam? Én nem mondom azt, hogy Oscar-díj miatt kelljen, hogy tessen vagy ne tessen egy film, de hogy nem tetszett? Nem volt olyan magyar film, ami 88 óta tetszett? Annyira, hogy mondjuk megközelíteni ezt a listát? De, volt olyan film, ami 88 óta tetszett, de annyira nem, hogy fölférjen a 10 legjobb magyar film közé. Tehát ez az igazság, meg hát az az igazság, hogy a 1988 utáni magyar filmgyártás, az egy nagyon-nagyon sötét, nagyon-nagyon alávaló verem. Egy dökkút. Tényleg. Tele hazugsággal. De mi az, ami hiányzik neked? A súlyos probléma az az, hogy a magyar rendezők nem tudnak filmet csinálni, és nem azért nem tudnak a magyar rendezők filmet készíteni elsősorban, mert nem tudnak hozzá állami forrásokat lehívni, mert azt le tudnak. Hanem azért, mert nincsenek történeteink. De vannak történeteink. Tiszta szívvel, Tilla filmje. Hát most itt az elmúlt, Mart nem tudom én, néhány év. Az elmúlt néhány évről van beszélünk. Van valami. Tehát, hogy így arról beszélünk, hogy az elmúlt, nem tudom én, 6 évben. 5-6 év alatt nagyon sok minden történt. Ezt el kell ismerd. Jó, igen, csak ezek már azok az évek, amikor én már kiütést kaptam a magyar filmektől. Én már ezeket a filmeket nem merem megnézni, de hogyha nagyon biztatsz, Kriszta, meg fogom nézni, hogyha tényleg azt mondod, hogy van történet, van történet, és hogy normálisan végignézhető a film, és amikor a színészeket látja az ember játszani, akkor nincs az az érzése, hogy hoppá, hát mindjárt meglátom a kameramant, meg a fővilágosítót, mert annyira
annyira nem hiszem el azt a helyzetet, tehát nem karaktereket látok, tehát nem szereplőket látok a színen, tudod, hanem színészeket, akik színészkednek. Én pontosan tudom, hogy mi a bajod, de az elmúlt 5-6 évben vannak olyan filmek, nem is van nézőket megtalálni, úgyhogy én nagyon biztatlak, hogy kezdjél magyar filmet nézni. Na. Kuzsé Robert tevékenysége bizonyos szempontból talán progresszívnek tekinthető, a generációk közti gyűlöletkeltésre azonban nincs mentség. 8. Az állandó nyuggerezés. Mert megérdemli az a nyugdíjas csoportnak. 14. havi nyugdíj is kell. Nyugdíjas, a nyugdíjas osztály. Miért nem érdemli meg egy ledolgozott élet után? Két kezével rakta össze az országot? Jó hírem van, választási év jön, újra felmerült a 13. havi nyugdíjnak a témája, illetve itt van egy új Jolly Joker fogalom, a nyugdíjprémium. Nyugdíjprémium, nagyon jó, nagyon helyes, sőt, nem érjük be ezzel, mert ez így nyugdíjprémium, ingyenes utazás és 13. havi nyugdíj, ez így megalázó. Ez így megalázó, így nem kell, hanem ingyen gyógyszer a nyugdíjasoknak. Botka László megígérte, és ami jár, az jár. Ingyen gyógyszer, hiszen a gyerekeknek nem jár ingyen gyógyszer. A fogyatékosoknak nem jár ingyen gyógyszer. A fogyatékos gyerekeknek még kevésbé jár ingyen gyógyszer. Viszont a félmilliós nyugdíjat kapó volt bankvezérnek jár az ingyen utazás. Jár a 13. havi félmillió. Jár az ingyenes gyógyszerellátás. Neki igen. Jó, de te is tudod, hogy ez nem a nyugdíjasokról szól, hanem azon a hatalmi erőn, amit ők képviselnek. 2 millió emberről beszélünk. És te 2 millió embert küldesz el a sunyiba adásról adásra. Így egy tömbként, így. A félmilliós, vagy 2,3 milliós nyugdíjast is, mert ugye az a legmagasabb nyugdíj Magyarországon, meg az átlag nyugdíjast is, akit 110 ezerből próbál megélni. Tehát nekem differenciálnom kéne a nyugdíjasok között. Szerintem igen. Hát nem lehet, hogy a hatalomnak kéne. Nem lehet, hogy a hatalomnak kéne jövedelem alapján, meg nyugdíj alapján, meg életszínvonal alapján, szociális alapon differenciálni a nyugdíjasok között. A hatalom a nyugdíjas kasztot egy tömbként kezeli, hiszen erre a tömbre támaszkodik. Akkor a hatalmat kell cseszegetni, és nem a nyugdíjasokat. Én a hatalmat cseszegetem, csak hogy azt látni kell, hogy a hatalom és a nyugdíjas osztály között létesült egy szövetség. Na most legalább... érted, hogy mi a probléma? De legalább azt tedd meg, ha már ez egy önkritikus adás, hogy tegyünk mondjuk egy distinkciót, hogy nyugger kontra nyugdíjas. A különbség? A nyugger az a szektás, politizáló, agresszív nyugdíjas. Ismerünk ilyeneket. Pontosan tudjuk, hogy ki a nyugger. Ebben az országban élünk, ahol nyugger terror van. Pontosan tudjuk, hogy ez mit jelent. Azt is tudjuk, hogy nem minden nyugdíjas nyugger. De azt is tudjuk. De minden nyugger nyugdíjas. De azt is tudjuk, hogy minden nyugger nyugdíjas. Tehát annak ellenére, hogy nem minden nyugdíjas nyugger, tartozunk az igazságnak annyival, hogy megállapítsuk, minden második az. Kuzsé Robert tevékenysége bizonyos szempontból talán progresszívnek tekinthető, az Európai Unió nemzetei közötti gyűlöletkeltésre azonban nincs mentség. 7. A görögök Európa legbutább kecskepásztorai. Európa legbutább kecskepásztorai évtizedekig a magyar nyugdíjak négyszeresét tették zsebre, és azt hitték, örökké tart a majális. Aztán kiderült, hogy aki többet költ, mint amennyit termel, az akkor is csődöt okoz, ha Platonra meg Arisztotelészre hivatkozva teszi. Már megint súlyos leegyszerűsítésnek voltunk személyes fültanúi ebben a műsorban, kapartam a falat, tényleg. Tehát, hogy igen, bicskanyitogató, ami történt, de azért az Európai Unió csak rávette Görögországot egy ilyen nagyon nem mindennapi, nagyon brutál megszorítás csomagra. Nagyon brutál megszorítás csomag, amikor az az ország, ahol a nyugdíjak mondjuk a négyszeresét tették ki a magyarországi nyugdíjaknak, ezt visszanyesik a jelenlegi magyarországi nyugdíjak kétszeresére. De most a magyarországi nyugdíjak kell, hogy legyen az összehasonlítási alap, miért nem mondjuk a németországi? Nem, én azt szeretném, hogyha az Európai Unióban igenis lenne egy nyugdíjunió, meg igenis lenne egy szociális unió, meg igenis lenne egy adóunió és egy bérunió. Igen, az lenne a normális, hogyha a szociális közösség lenne
Európa, mert hogyha közösség, és hogyha tényleg közös Európáról beszélünk, akkor ez is egy nagyon-nagyon fontos vonatkozás lenne. Tehát, hogy játszunk el a gondolattal, hogy mi lett volna, hogyha mondjuk Magyarország kerül egy hasonló helyzetbe, mondjuk behúzunk még a gödör aljába egy olimpiát, és mondjuk... Mondjuk rámegyünk arra a trekre, amire Görögország ráállt. Mi történt volna itthon? Lett volna itthon egy valaki, aki azt mondja, akár egy potenciális népszerűségvesztés árán is, hogy azt mondja, hogy elég, ne költsünk többet, ne tovább, szerinted? Szerintem nem. Szerintem a tömegdemokráciának a logikájából következik, hogy ilyen politikus nem jöhet, mert egy ilyen politikust már a saját pártjának a választmányában megbuktatnak. Mert pontosan tudják, hogy a választó nem akarja ezt hallani. Ma már a marketinges írja a politikát, és hogyha jön egy olyan politikus, akinek a szándéka szembe megy a marketingesével, akkor azt a politikust azt egyszerűen lesöprik az útból. Szóval nem biztos, hogy ez a buta kecskepásztorság, ez nem biztos, hogy egy ilyen görög sajátosság azért. Nem feltétlenül, albánokra is jellemző. A Sznobjektív egyik fő bűne, hogy Puzsér talán akarva, talán akaratlanul a nemzeti együttműködés rendszerének illiberális macsó nyelvhasználatát ülteti át az értelmiségi diskurzusba. Hatodik, fallokrat a hangnem. Inkább szánjanak meg, és akkor talán leesik egy s***. A 24. századi genderisztánban a férfiak már idomítva lesznek, nem pitbull terrierként vadulnak, hanem ha meghallják a genderisztáni himnuszt, akkor két lábra ágaskodnak és pitiznek a nőstényeknek. Az oboa-boa az azt jelenti, hogy le a kígyót. Nem tudok más mondani, mint hogy meg Robi. Tehát, hogy te hallod, amit mondasz néha, tehát, hogy ez egy alapvetően egy súlyosan macsó társadalom. Neked itt felelősséged van, itt téged olyan emberek is néznek, akiknek esetleg elindíthat az agyában némi változás, némi önkritikát, önreflexiót. Szóval, amikor mondjuk nőket osztályozol hatóságok alapján, akkor így nem gondolkozol, hogy ez milyen hatást fog elérni? Lehet, hogy igazad van, és tényleg felelős vagyok. Ebben az esetben szeretném ezt korrigálni. Férfiak, országszerte, ne verjétek asszonyaitokat. Nem szolgáltak rá erre. Ők ugyanolyanok, mint ti. Jó, nem teljesen ugyanolyanok, kicsit mások, de ugyanannyit érnek. Egyáltalán nincsen szükség a macsó hangnemre, a macsó stílusra. Egy gyöngédebb, egy sokkal szeretetteljesebb hangon sokkal többet elértek a világban, az életben. Ez biztos, hogy nincs így, de ezt kötelező elmondani ilyenkor mindig. Ej, már majdnem elkezdtem örülni, de akkor nem. De most komolyan szólt a másik, amit láthatóan téged nem tudnak hova tenni, mert itt nem egy hálás téma a feminizmus témája, nem egy hálás téma ebben megszólalni, férfiként meg pláne. Szóval, hogy most csak röviden válaszolj, te egy feminista férfi vagy? Igen. Mit jelent számodra ez? A feminizmus az egy progresszív felszabadító ideológia, és arról szól, hogy a nő az ugyan annyit ér, ezért ugyanolyan jogokat érdemel, mint a férfi. Egyenjogúságpárti feminista vagyok. Az azt jelenti, hogy hiszek abban, hogy a nőknek joguk van tanulni, hiszek abban, hogy a nőknek joguk van autót vezetni, hiszek... Most itt lehet, hogy te nevetsz a közel-keleten, ez nem, jó, nem igen, humor igen, forrása. Igen. Hiszek abban, hogy a nőknek joguk van szavazni és választásokon indulni. Hiszek abban, hogy a nőkre egyenlő jogok kell, hogy vonatkozzanak, mint a férfiakra. És azt gondolom, hogy a feminizmus, mint progresszív felszabadító ideológia itt ezen a ponton győzött. Győzött, hiszen az egyenlő jogok megvalósultak. Lehetséges, hogy még nem valósultak meg, nem valósult meg az egyenlőség, csak az egyenjogúság. Én olyan szempontból valahol egy platformon állok veled, hogy nem az egyenlőségben hiszek, hanem az egyenjogúságban, az ugyanazokban a lehetőségekben, azokban, hogy abban hiszek, hogy mondjuk az egyenjogúság az otthonokban kezdődik, az otthoni munka megosztással kezdődik, hogy nőknek ne kelljen 4-5 órával több munkát
végezniük az otthoni munka, láthatatlan munka, ezt ugye így hívják terén, mert hogy a magyar családok többségében még mindig teljesen magántól értetődő, hogy a gyerek az anya dolga, a háztartás az anya dolga, miközben közös a háztartás, közös a gyerek. Ott kezdődik, hogy legyen egyenlő munkáért egyenlő bér. Amikor azt mondod, hogy győzött a feminizmus, és már nincs más dolgunk, akkor tudd azt, hogy 13,2%-kal kevesebbet keresnek a nők, ugyanazért a munkáért ennyivel kevesebbet kapnak átlagosan Magyarországon. Krista, hogyha ugyanazért a munkáért ezek a nők kevesebbet kapnak, akkor itt nem harcolni kell, meg nem pártot kell alapítani, hanem feljelentést kell tenni, ugyanis az Európai Uniónak diszkrimináció ellenes törvényei vannak, amelyek meghatározzák, hogy ugyanazért a munkáért ugyanazt a bért kell fizetni. Tehát, hogyha valaki ilyesmit tapasztal, kedves nézők, hogy ugyanazért a munkáért nem kapja meg ugyanazt a pénzt, mondjuk mert nő, akkor feljelentést kell tenni, mert ezt szankcionálni kell. És egyébként meg itt most én itt azért vagyok tetemre hívva, mert egy macsó nyelvet beszélek. Ez jogos. A vád. Én azt gondolom, hogy ez nem egy alaptalan vád. Igen. Azok az emberek, akiknek akkora közönségük van, mint neked, vagy mint a nőügyező miniszterelnöknek, vagy mint bárkinek a, nem tudom, dalcsináló Ákos úrnak, azoknak állati nagy felelőssége van, hogy mi jön ki a szájukon. Én csak ezt kérem rajtad számon. Én a nőket az egész eddigi életemben mindig partnernek tekintettem. Pont. Mindig is partnernek tekintettem. És az igazság, hogy pusztán azért, mert mondjuk arról beszélek, hogy ez vagy az a nő hatóság szempontjából a 10-es skálán hányas, hát könyörgöm, a férfiak ilyen módon beszélnek a nőkről egymás között. Abban a pillanatban, hogy ezt nem a szaunában teszik, vagy nem az edzőteremben teszik, vagy nem a munkahelyükön teszik, hanem kirakják a YouTube-ra, rögtön kezdődik a szemforgatás. De ez nem szemforgatás, hanem mondasz valamit, és annak van következménye, és van róla a véleményem. Igen, világos, csak hát közben... Nem kell, hogy ez nem attól lesz bántó, hogy te bántó szándékkal mondod, hanem attól lesz bántó, hogy aki ezt hallgatja nőként mondjuk, teszem azt, neki nem esik jó. Világos, de én mindent a 10-es skálán értékelek, amióta az eszemet tudom. Most akkor mindjárt arról van szó, hogy a világon bármit lehet a 10-es skálán értékelni, kivéve a nőket. Csak a négy fal között, tudod? Csináld a négy fal között. Így na, van. Ezt na jó, van, oké. Okay. Szóval, ha a négy fal között marad, akkor rendben van. A Sznobjektív további 5 főbűnével hamarosan folytatjuk. Ma este a Sznobjektív 10 főbűnét ismertetjük. Sok Sznobjektívet bosszankodtam már végig, de amikor az embernek a személyes kedvence hiányzik egy pozitív listáról, akkor az arcába szökik a vér. 5. Akik lemaradtak a legjobb tévések listájáról. 10. Téri János. 9. Betlen János. 8. Kócián Péter. 7. Tilla Tilla. 6. Baló György. 5. Hajós András. 4. Egri János. 3. Fábri Sándor. 2. Kepes András. 1. Antal Imre. Egy nevet mondok. Hajdu B. István. Robi. Felkészült. Stílusa van. Összetéveszthetetlen. Profi. Emberileg, szakmailag. És a többi. Igen, tudom. Igen. Ez jóvá tehetetlen mulasztás. Soha nem fogom neked megbocsájtani. Igen, tudom. Igen, úgy utólag teljesen nyilvánvaló ott lett volna a helye. Csak sajnos, amikor már utólag kap észbe az ember, akkor késő. Tényleg nagyon sajnálom, és ugyanennyire sajnálom a Rudinák a Lajosnak a hiányát ugyanerről a listáról. Én azt gondolom, hogy őnek is ott lett volna a helye ezen a listán. Mindkettőjüket kedvelem, nem, de mondjuk nyilván ezek szubjektív listák. Egy valami viszont nagyon feltűnő rajta. Vajon mi? Hogy nincs nő a listán. Hát nincs egy darab kolléganőm, akit erre a listára föl tudtál volna pakolni? Nincs. A 30-as listára esetleg. A 30-as listára esetleg. Ezzel is bejebb vagyunk, mint az 50-est mondtad volna. Igen, de nem... De nincs senki, akit kedvelsz, vagy akit szeretsz nézni, és úgy érzed, hogy van benne erő, és ung, és intelligencia, és jelenlét? Ö,
nem szerettem a kvótákat. Tehát nem szeretett, ez mindig, mert ez egy kvótaigény. Nem. Ez egy kérdés. De ez egy kvótaigény, arról van szó, hogy nincs legyen kvótaigényem, szeretném megjegyezni a jegyzőkönyv kedvéért, nem hiszek benne. Csupán érdekel, hogy hogy alakult úgy, hogy abban a magyar televíziós szakmában, ahol van állati sok tökös a csaj, nincs rajta egy csalistádon, és ezt gondoltam, felvetem neked itt ma. Nehezen tudok egy ilyen igénynek megfelelni. Nem szexuális alapon válogattam a listát, hanem szigorúan szakmai alapon, és olyanokat választottam, akik tényleg vagy hiányoznak nekem a képernyőről, vagy mindig ünneplőbe öltöztetik a tévékészüléket, és hát ezek azok az arcok és nevek. Én figyelj, én már annak is örülök, hogy van, akivel kapcsolatban te így érzel. Igen, ez is valami. Nem kellenek ahhoz nyugdíjasok milliói, sem pedig görögök 10 milliói, hogy Puzsér a nyakukba varja a világ összes bűnét. Elég hozzá egyetlen ember. Negyedik. Obama a 6. legrosszabb amerikai elnök. Ez a csávó ez azt ígérte, hogy itt változás lesz. Az elnökségének a legelején megkapta a béke Nobel-díjat, egy kitöltetlen csekket, biankóda adtak az Obamának, amit ő aztán felhasznált arra, hogy tettek nélkül, intézkedések nélkül, valódi politika nélkül bevonuljon a történelem könyveknek azokra az oldalaira, amelyeken így átlapozunk, anélkül, hogy elolvasnánk őket. Oké, ezt aláírom, hogy a béke Nobel-díj az nevetséges volt, ott és akkor. Nagyon komoly volt ez a Bianco check, de azt mondani Barack Obamára, hogy tettek nélkül, meg eredmények nélkül, meg nem tudom én micsoda, sejtem, hogy mire gondolsz, de mondjuk az otthoni politikájában azért az Obamacare olyan, amilyen, de mégiscsak egy nagyon komoly változást hozott amerikaiak millió életében. Polgárjogi szempontból nagyon komoly intézkedéseket hozott az LMBTQ emberek, a nőjogok terén, a szegénység felszámolására, szóval nekem azért ez súlyos leegyszerűsítés már megint. Na most a helyzet az az, hogy az Obama az egy olyan elnök volt, akinek a személyében Amerika népe meghasonlott Amerikának a világcsendőri szerepével. És Obama arra kapott felhatalmazást Amerikától, hogy ezt a világcsendőri szerepet ezt számolja fel, mert nevetséges egy olyan világcsendőr, aki valójában egy hitvány alávaló tolvaj. Mert hogy valójában az a iraki háború egy rablóháború volt, és ez Amerika számára is nyilvánvalóvá vált. És akkor Obama ebből levonta a következtetést, Amerikának passzivitásba kell vonulnia, egy ilyen moralizáló semmittevésbe. És ennek mi lett a következménye? Megjelent egy erős és erőszakos Putyin, egy olyan Oroszország, amely korábban nem volt tényező, plusz megjelent az iszlám állam, egy lator állam, egy mindmáig elképzelhetetlen civilizációs mélyponton, amely brutális migrációs és terrornyomás alá helyezi Európát. A menekült válságot nem varhatod csak Barack Obama nyakába. Egyszerűen nem teheted meg. Azért nem teheted meg, mert ne, például Európából nem mutogathatunk csak Amerika felé, hanem mondjuk mutogathatnánk magunk felé is. Amit az Európai Unió meg az európai közösség itt elcseszte. Ráadásul társadalomtudósok, gazdaságkutatók, népességkutatók 10 éve figyelmeztetnek arra, hogy itt emberek milliói fognak elindulni nyugat felé. Megvártuk, amíg megtörténik. Valóban Európának súlyos deficitje van abban, hogy nem tudja megvédeni saját magát, nincs közös külpolitikája, nincs közös diplomáciája, nincs közös hírszerzése, nincs közös határvédelme. Egy valami viszont tagadhatatlan, az ISIS-t Obama okozta, a menekült válságot az ISIS okozta, az európai terrorizmust megint csak az ISIS okozza. Tehát látjuk azért az összefüggéseket ezek között, és az igazság, hogy az a diskurzus meg még nem nyílt meg, amelyik kifejezetten számon kéri Obamát, meg ezt a politikát a jelenleg kialakult közel-keleti. Maradjunk annyiban, hogy azzal, hogy Obama visszavonta a világcsendőrséget, az amerikai világcsendőrséget, talán helyzetbe hozta most Európát, hogy összekapja magát, nem? Puzsér Robert elég pofátlan ahhoz, hogy saját szakmájába is páros lábbal belerúgjon. Ez persze értelmezhető egyfajta unortodox önkritikaként is. Harmadik. Az újságíró a leghitványabb szakmák között.
Igazából az újságíró szakmának két nagy főága létezik. Az egyik újságíró típus az abból él, amit leír. A másik, és annak még több összeg szerepel a számlatömbén olykor, az abból él, amit nem ír le. És neki minden nap nem kell írni ahhoz, hogy megéljen. Bizony. Megint ez az egytömbben kezelés. Ez nekem itt most ma este veszőparipám lesz, tehát, hogy értem én, de ha nem lennének normál, nem maradnának ilyen bozótharcos ellenszélben is pisilő újságírók, akkor azért nagyon nagy gáz lenne, egy csomó mindenről még mindig nem tudnánk, és egyre nehezebb a munkájuk. Tehát, hogy azt mondani egy műsorban, hogy egy hitvány szakma, az káros, Robi. Tényleg. Hát szerintem rendkívül alávaló szakma. Ugye kétféle újságíró van. Van ugye a tényújságíró, meg a véleményújságíró. Na hát, a tényújságíró az hazudik mindenkinek. A véleményújságíró az mindenkinek plusz önmagának. Hát ő, mert a véleményújságírónak még magát is meg kell győznie arról a hazugságról, amit előad. A tényújságíró az lehet cinikus. Ő bármikor úgy gondolhatja, hogy hát ez nincsen így, de hát... Ugye ez a leírat. Szerintem a választóvonal nem ott van, ahol te mondod, hanem ott van, hogy a propaganda és a hatalom ellenőrző újságíró között. A hatalom ellenőrző újságíró az tényleg egy nagyon-nagyon fontos funkció. Csak az de az viccen érdekes, kívül, bizonyos, most nem tudom, hogy vicces vagy nem, de ha bizonyos hatalom... nagyon nagy baj van, ha nem léteznek hatalom ellenőrző újságírók, mert ma Magyarországon senki más nem ellenőrzi már hatalmat. Senki. Ez igaz, csak nekem tudod, hogy mi fáj? Hogy a baloldali hatalmat mindig a jobboldali hatalom ellenőrző újságírók ellenőrzik, és ők a jobboldali hatalmat sosem ellenőrzik. Ez érdekes nem igaz. Módon. Azt mondod, hogy sosem. Nem igaz. Nem, azt látom, tényszerűen hogy... Tényszerűen nem igaz, direkt utána néztem, ráadásul pont most távozik az Index főszerkesztője, hogy ilyen akolon belül válasszak egy példát, és fel volt sorolva, hogy mi mindenről írt, a Gyurcsány érában írt a Gyurcsánynak a Gazpromos kapcsolatairól, a nem tudom melyik cégének az olcsóbb energiaellátásáról, szóval ez nem igaz, amit mondasz. Na hát én 2002-ben a választás hetében megvettem a Magyar Narancsot, Kovács László volt a címoldalon, és az ezért volt a felirat. Ezért vetted meg, be. Az volt a felirat, tudtam, ez dokumentum, ezt félre kell tenni, az volt a felirat a demokrácia védelmében. Aha. Ez volt a felirat. És Kovács László 4 évvel később Gyurcsány Ferenc volt a címoldalon, szintén a választás hete, és az volt a felirat, elhiszik nekem, hogy demokrata vagyok. De most ez az újságírás, ez az újságírás, hogy plakátokat gyártunk a politikusoknak önmagunkról? Nem ez az újságírás, hanem az a fajta hatalom ellenőrző funkció, amit itt mantrázok, és ami nélkül nagy bajban lennénk. Nagyon reméljük, hogy a G-nappal valami ilyesmi esetleg megszületett. Kérdés, hogy mennyire relativizálja mondjuk a hitelességét a most megszülető G-nap utáni felületeken irányt váltó média munkásoknak, hogy ezelőtt nem, most meg már igen. Értjük ezt a deficitet, de azért azt is látjuk, hogy nem mindenki dolgozott a vállalhatatlan években a Simicska orgánumoknál. Abban lehet bízni, hogy a friss vér az új referenciákat is hoz, és talán hoz egy szemernyit abból a rock and rollból, hogy milyen sajátosan milyen vérpesdítő érzés függetlennek lenni, meg autonómnak lenni, meg azt mondani, amit gondolok. De ez tényleg az? Igen. Egy ilyen felszabadító érzés, és állati kevesen élik át azt a szakmánkban is, meg úgy az utcán is. Na, világos, de hát azért, mert ezzel időről időre együtt jár a munkanélküliség. És mivel, hogy nincsen meg az a polgári státusz, hogy valaki ezt megengedhesse magának, annyira kis vállalkozói szinten csinálja az egészet, hogy gyakorlatilag nem tudom én, egy hónapra vagy másfél hónapra előre vannak megtakarításai, ezért senki sem engedheti meg magának. Itt a Kárpát-medencében a saját vélemény, meg az autonómia, az luxus, az olyan luxus, amit hát nem sokan engedhetnek meg maguknak, és ez persze kifogás onnantól kezdve minden az emberségre. És mi az újságíró jele? A számlatömb természetesen. Ennyi. A Sznobjektív legszórakoztatóbb pillanatai, amikor Puzsér Róbert azt képzeli, hogy a verbális toporzékolás a média vegetája, minden egy kicsit finomabb lesz tőle. Második, extrém indulatok bagatelkulturális alapokon. Meatloaf mindennek az alja.
szerintem a fasírt népszerűbb. Léteznek meatloafosok? Ezerszer inkább Bonnie Tyler a nőideálod, mint meatloaf bárkinek a bolygóról a férfi ideálja. Az jellemző erre a meatloafra, hogy még azt se tudta eldönteni, hogy mi legyen a számának a címe. Az a számnak a címe, hogy I would do anything for love, zárójel, but I won't do that. Hogy a viharban tudod ilyeneken felhúzni magad? Jó, hát ez egy sajátos fogyatékosság. Igen. Beszéljünk erről a flowról, beszéljünk erről, mert meg, hát ez valami hihetetlen szórakoztató. Tehát igen, ezért nézzük ezt a műsort, lássuk be, mindannyian azt várjuk, hogy mikor gurul el a puzsér gyógyszere. Igen, igen. Ilyenkor szétkapcsolódik a két agyfélteke. És igen. És igen, és egy ilyen sajátos éberállomba kerül az ember. Megáll az idő, és onnantól kezdve egy ilyen belső térben van az ember, és a belső térben így az eszmék világában hányódik faltól falig. Úgy kb. Igen. Igen, most is egy kicsit szétbomlott, oké, de próbálok követni. Szóval, hogy nagyon örülök, hogy mi szemtanúi lehetünk a te görcseid feloldására. Néha az szokott az eszembe jutni, hogy miért te mondod meg azt nekünk, hogy a meatloaf a nem tudom kicsoda, meg Antal Imre meg jó. Tehát, hogy miért te? Miért te vagy az, aki ezt nekünk, a mi generációnknak te jutottál, ilyen megmondóként, és hogy így mit tesz téged mássá, mint bárki mást? Az, hogy én el akarom mondani, más meg nem akarja. Nehogy azt biztos, hogy ebben? Biztos, aha, biztos. A helyzet az, hogy én elsősorban itt nem egy véleménycsomagot adok át, nem azt mondom el, hogy a meatloaf rossz, az Antal Imre meg jó, ha valaki ennyit ért belőle, akkor annak nem ment át az üzenet. Az, amit én kommunikálok itt, az attitűd, amellyel az ember kiáll, és beleáll a saját véleményébe, és azt mondja, hogy ez a lista innentől, az első helyezettől a tizedik helyezésig így áll, így néz ki, és ez így van, és azt mondom, hogy ez így van pusztán azért, mert én így gondolom, és ennyi. És valójában én ezt kínálom, a világhoz való ilyetén módon való viszonyulást. Egy ilyen kritikai attitűdöt, meg egy olyan szempontrendszert, ami alapján listázhatjuk a világot, és ezekből a listákból, ezekből kibomlik egy értékvilág. Nem az a lényeg, hogy kihányadik a listán. Én is van, hogy másnap már egészen máshogy gondolom, és valahogy máshogy néz neki a lista. De azt gondolom, hogyha egy ilyen évad alatt valami összeáll ebből a rengetegféle listából, az egy attitűd, az egy értelmiségi attitűd, ami a világhoz nem úgy áll hozzá, mint egy adottsághoz, hanem úgy áll hozzá, mint egy lehetőséghez. Mint egy lehetőséghez, amelynek a hozzávalóiból főzhetek valami jobbat, mint amit előre főztek nekünk, és ide raktak elénk, hogy zabáljuk. Most ugyanilyen módon azt mondom, hogy ne érjétek be a puzsérral, hogyha a puzsér egy hitvány és alávaló szórakozás a számotokra, és nem került fel a tízes listátokra, akkor dobjátok a portfóliótokból, és vegyetek fel olyanokat, akik elég jók oda. Nem a puzsér a lényege ennek a dolognak. A puzsér az csak itt egy játékbaba, akin eldemonstráljuk ezt a fajta működésmódot, amely működésmód úgy gondolom, hogy hasznos és erős, egy erős kulturális nyelv, és hogyha megtetszett, akkor alkalmazd önmagadra, ez volna a feladat. És ezt hogy éled meg, amikor a sajátságos stílusod miatt kárt szenved a mondani valód tartalmad befogadása? És ez néha kontraproduktívvá teszi azt, amit csinálsz. Igen. Igen, de hát ez ezzel jár. Ez így egy csomag értelemszerűen, de ez mindig is így volt. Ez már lényegesen sokkal régebben, mint hogy én a nyilvánosságban szerepelek, már így volt. Én amikor még ugyanezeket a dolgaimat még egy sörös korsó mellett adtam elő, vagy a egyetemnek az aulájában adtam elő, ott is ugyanez ment. Szóval, hogy így igazából mindig csak azon múlik, hogy a stíluson elkattansz-e annyira, hogy ott hagyd az egész csomagot a ***ba, vagy pedig azt mondod, hogy hát ez a stílus, hát ez, de hallgassuk csak meg, hogy mit mond, és akkor esetleg onnantól kezdve az, amit mondok, már elég érdekes lesz ahhoz, hogy túltedd magad a stíluson, és később aztán meg már a stílust is be tudod illeszteni. Tehát akkor ez marad, ez a dolog? Ez nem igen, változik? Igen, ez a sörös korsó óta marad? Igen, én úgy gondolom, hogy ez így önazonos, meg így úgy se tudnám máshogy csinálni. Tehát talán egy agyvérzés majd megoldja. Ugye lebénulok, és akkor az agyfértekeket kicsit át kell rendezni, és akkor talán. Igen. A Snobjektív 10 főbűnek közül 9-et már ismertettünk, a legsúlyosabb azonban még hátra van. Tizedik,
Gyurcsány egyenlő Orbán. 9. Nincs 88 után készült film a legjobbak között. 8. Az állandó nyuggerezés. 7. A görögök Európa legbutább kecskepásztorai. 6. Fallokra tahang nem. 5. Akik lemaradtak a legjobb tévések listájáról. 4. Obama a 6. legrosszabb amerikai elnök. 3. Az újságíró a leghitványabb szakmák között. 2. Extrém indulatok bagatell kulturális alapokon. Teljesen nyilvánvaló, hogy mi a Sznobjektív legfőbb bűne, és nem a műsor létezése az. 1. Nincs női vendég. A műsor szakértője tárgyban Magyar Dávid pályaválasztási tanácsadó. Gulyás Márton új baloldali aktivista. Kollégám és barátom Horváth Oszkár. Ceglédi Zoltán politikai elemző. Fekete Norbert újságírónak a segítségével. Farkas Attila Mártonnal. Szólítom közszennyezésügyi szaktanácsadómat Dínyi és Gergelyt. Kollégám Gödri Bulcsú lesz segítségemre. Hát én ezt most leteszem. Beszéljük meg ezt. 35 adás, és én vagyok az egyetlen női vendéged, az első. Olyan vagy, mint a magyar kormány. Pedig a közélet tele van tök jó arcnőkkel. Tehát, hogy lehet, hogy érdemes lenne egy picit kitágítani a spektrumot, a horizontot, a látószöget, és akkor talán észrevennél olyat, aki történetesen nő, de mondjuk jó arc, tehát, hogy, és mondjuk lenne feléd mondani valója. Én gondoltam egyébként arra, hogy behívok nőt is a műsorba, de a nőknek a mókus méretű agya az akadályként vetődött fel. Tehát hogy az igazság, hogy az önellátásukra megfelelő mértékű idegrendszeri választ tudnak kapni a mókus agyuktól. De az az igazság, hogy közéleti kérdésekbe, meg kulturális kérdésekbe való beleszólás az ennél többet igényel. Aha. Ez a helyzet. Tehát nagyobb mókus agyat, meg még esetleg mást is meg lehetne növeszteni, és akkor talán be lehet kerülni. A daganatos sejtburjánzás az veszélyes. Mókusra emberre egyaránt én nem ajánlom senkinek egyébként. Tehát, hogy kevésbé a daganatra gondoltam, mint inkább, az agyát, abból mint baj inkább lesz. Arra, hogy farkat növesztünk, és nem a hátsó lomposra gondolok. Igen. Az lehet, hogy segítene. De tényleg arról van szó, hogy én nem engedtem volna, hogy te most ide beüljél, de hát ezt a műsort nem én szerkeztem. De benyomultam. Igen. Ennyi. Igen, szerintem azt mindenki el tudja képzelni, hogy milyen terrorban vagy itt a műsorkészítő kollégáid által. Igen, szerencsére mind férfiak. Igen. Nem is lehet. De aki véletlen nő, az is férfi. Ő az egyetlen nő a műsorban. Hát, Robi, nekem ez élmény volt. És örülök, hogy én lehettem az első. És elképesztő jó teljesítményt nyújtottál, nem tudom, hogy csináltad. Hát igen, növesztettem egy, nem tudom, egy megfelelő méretű mókus agyat. Ehhez a műsorhoz. Noha az elmúlt évadban a Sznobjektív számtalan bűnt elkövetett, a bűnismétlés veszélye szeptembertől ismét fennáll, de ahhoz nekem már semmi közöm nem lesz. Köszönöm Puzsér Robertnek, hogy egyetlen adás erejéig önkritikát gyakorolt a maga módján. A Sznobjektív most nyári szünetre megy, a következő hetekben a korábbi adások ismétlését láthatják. Addig se feledjék, nem mindenki kritikus, aki annak látszik. Önkritikus jó éjszakát kívánok!